ismételem a hagyományos évzáró-tárgyalásokat. Fölkérem, kis szeretettel köszöntöm Vata Illikot, az Őri Szent Péteri Általános Iskola intézmény vezető helyettes asszonyát, aki levezényli a mai estét. Aminek meg is van az apropója, hogy miért őt kérem föl, hogy majd elmondja. Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm mindazokat, akik a mai napra meghívásunkat elfogadták, és reménykedünk, ma este itt pár kellemes órát töltenek. Ez egy jótékonysági este, amelynek a bevétele az Őri Szent Péteri Általános Iskola alsó tagozatos diákjainak néptánc oktatására, a ruhák megvételére, ruhanyagra, baratásra szándékozik a pénzt költeni. Negyedik alkalommal kerül sor erre a mai estére. Az idei évben nagyon örömmel szolgált, hogy bennünket tiszteltek meg ezzel a lehetőséggel, hogy ennek a bevételét mi használhatjuk fel. A néptánc oktatás az Őri Szent Péteri Általános Iskolában körülbelül 15 évre vetítődik vissza. Az idei évben, akik szintén szerepelnek, és úgy tudom, hogy tavaly is ugyanez az osztály szerepel, igen, köszönöm szülők, igen, és az osztályfőnöknek is. Mihályné Tuboly Anna-Mária készítette föl őket, és a néptánc oktatást alsó tagozaton az iskolában ő végzi. Mind a négy évfolyamon, első, második és harmadik, negyedik évfolyamon ő oktatja a néptáncot, heti egy alkalommal. Először a mai estét a felső tagozatos diákjaink kezdenék, népdalcsokrot fognak előadni, Bodonci Borbála, Bodonci Borsolya és Fejfel Attila fog énekelni, felkészítő tanáruk Sűri Sárnákkal. Kérem fogadjuk őket szeretettel. Erdő, de magos a teteje, jaj, de régen lehullott a levele, jaj, de régen lehullott a levele. Árva madár párját keresi benne, búza közé szállt a darospa csírta, mert odafönn a szemeit kisírta. Húz a virág, húz a halász árnyába, rágondolt a régi első párnyára. Madárka, madárka, csácsogó madárka, vidd el a levelem, vidd el a levelem, szép magyar hazámba. Ha kérdi, kik ültem, mondjad, hogy azt küldtem,
hajba. Elejtem az orsom, nem lesz ki fölartja, bánatos szívemet ki megvigasztalja. Nem ide való születés vagyok én, messze földre vándoroltam ide én. Így jár, aki messze földre vándorol, nincs babája, aki vállára borul. Harmatos a piros rózsa levele, csak egy legény neveltek a kedvemre. Azt a legény nem adnám az apjáért, az apjának a menny béliussáért. Az apjának kicsiny mennyben a jussa, jaj, de édes a fiának a csókja. Gyere, babám, add ide a kezedre, mert én téged sokszor megöletelek.
Thank you.